Szia! Újra itt egy újabb recepttel. Egy egyszerű recepttel készültem. Hagyományos, 6 tojásos piskótát fogunk készíteni. Ezt a receptet a tálas mixerrel csinálom. Én mindig a kézi mixert és a fakanyra szoktam használni. Nézzük meg együtt, hogy milyen lesz. A hagyományos, 6 tojásos piskóta alap recept végtelenül egyszerű. Nem kell hozzá víz, se olaj, de még sütőpor se, ugyanis anélkül is magasra nő. Lényege, hogy először a tojásfehérjéből kell kemény habot venni, és ehhez adagolni a többi hozzávalót. A 6 darab tojássárgáját habosra verjük, majd a 6 darab tojásfehérjét kemény habbá verjük. Ahogy a hab keményedik, úgy tesszük bele apránként a 6 evőkanál cukrot és a vaníliás cukrot. Ha kézi habverővel készítjük. Közben ledarálhatjuk a diót. Ha ezzel meg vagyunk, akkor hozzáadjuk a tojássárgákat, majd apránként a 6 evőkanál lisztet. Ha ezzel is meg vagyunk, akkor hozzáadjuk a ledarált diót. Ha elkészült a tészta, akkor kivajazott, lisztezett tepsibe öntjük a tésztát. Én a 3-ason szoktam sütni az első 15 percben, majd a 4-esen, amíg meg nem sül. Amíg sül, elkészíthetjük a krémet. Ehhez a piskótához elég egy 25 g-os margarin. Szóval a puha margarin tegyük egy műanyag tálba, majd ízlés szerint porcukorral és kakaóporral habosra keverjük. Ha megsült a tészta, és ki is hűlt, akkor megkenhetjük a krémmel. Jó étvágyat! Ha nem szeretnél lemaradni a többi videóról, kérlek iratkozz fel a csatornámra, és nyomd meg a kis csengőt, hogy értesítést kapj az új videóról.
Mára ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm, hogy ezt a videót is végignézted. Találkozunk legközelebb. Szia!